Ungváron voltunk egy pár évvel ezelőtt, a Monarchia műsoromat adtuk elő, a Lembergbe mentünk föl, az igaz följebb van. Mondjuk nekem ez nagyon fontos, én is észak-kelet-magyarországi születésű vagyok, nagyapáim Lembergbe volt, a Galíciában volt nagyapa katona az első világháborúban, édesapám a Donkanyarban harcolt, tehát én nem azért vagyok a honvédelmi igazgató, mert a szüleim mondjuk katonáskodtak, hanem azért, hogy tényleg azt, amit tanultam, magamba gyűjtöttem a magyar történelemről, a magyar irodalomból, a magyar táncokból, azt tulajdonképpen visszaadjuk a közönségnek. És nagyon nagy dolog, hogy most végre már Beregszászra is eljöttünk. Mi nagyon szorosan együtt dolgozunk Vinyánszky Attilával a Nemzeti Színházban. Három futó darabunk is van, a Körhinta, a Passió, az Egri csillagok. Remélem, hogy közösen Attilával eljövünk, már úgy volt, hogy eljövünk a Körhintát, elhozunk közösen, de éppen külföldön voltunk. Úgyhogy végre most a Rákóczi turnén, úgyhogy megszületett az a döntés, és bekerült egy kárpátaljai város is, aminek nagyon-nagyon örülök. Tehát Zentán voltunk, Lendván voltunk, Bécsben voltunk ezzel a darabunkkal. Tehát ez egy kis ifjúsági regény, ifjúsági darab, a magyar televíziónak ugye a 60-as évek elején az első siker sorozata, és kedves feleségem Zsé Vince Zsuzsa írta meg a 13 részből ezt a két részes táncjátékot, és a táncosaim nagy lendülettel, nagy hével, nagy szeretettel táncolnak benne. Nekünk évek óta elkészítettük ezt a darabot, tehát szerettem volna táncra írni, szerettem volna, hogyha erről tudunk táncjátékot csinálni. Most a Nemzetpolitikai Államtitkárság az, aki fölfigyelt erre a darabra. Nagyon kevés Rákóczi történet van Rákócziról, Rákóczi korszakból, tehát a Kuruc korból, a Kuruc Rabanc csetepatékból, és ez egy olyan fontos része a magyar történetnek, megelőzi a 48-as szabadságharcot és forradalmat, igazából a nemzetéválást, de mi már, pláne itt ezen a vidéken, a mi vidékünkön, itt mi ezt magunkénak érezzük, ezt a történetet. Tehát lehet, hogy ez most a Baranyai Tenkeshegynél játszódik, de ugye Esze Tamásék, a Tarpai Jobbágyból lett vezér, Vakbottyán Jánosék, Rákóczék, mind olyan történelmi szereplők, akikkel nagyon izgalmas egy-egy darabot fölvillantani. A magyar táncok erre alkalmasak, tehát azok az ugrós táncok, azok a legényes táncok, azok a páros táncok, amelyek ebből a korból származnak. Nem mondtuk el, hogy Sebő Ferenc zenéjére készült a darab Tóth Kázmér díszletével, Turc István írt hozzá szövegeket. Ez a csinompalkó téma, hogy amit Vujcsis Tihamér annak idején földolgozott, ez mindenki fülében benne van, ez a ti-ti-ti-ti-ti-ti, ez a csinompalkó témája. Ugye azt nem lehet jogilag használni, amit Vujcsis Tihamér használt, de a csinompalkó téma az megjelenik a darabban, tehát mindenki fülében benne van, pláne azokében, akik 5-6 évente esetleg a TV filmsorozatot is megnézik, az ifjúság boldog, verjük a labancokat, úgyis mi fogunk győzni, a sok vesztett forradalmunk, a sok vesztett háborunk után miért ne karikíroznánk ki ezt a korszakot, és szinte jó érzés, hogy ilyen boldogan egy-egy névhez kötődően, akár Rákóczi Ferenc, vagy a tenkes kapitánya Eke Máté, ezek a nevek megőrzik számunkra a magyar történelmnek ezeket a fontos epizódjait. Vannak eredeti folklor bemutató darabjaink, megmondom őszintén, hogy nem a Kárpát-medencei anyaga, vagy nem a az itteni anyaggal dolgoztam, de nagyon sok eredeti tánccal foglalkozik egy együttesem, népszokás darabokat szívesen hozunk, tehát téli táncot, táncoló tavaszt, a nemzetiségi népszokásokat szoktunk bemutatni, tudunk bemutatni ifjúsági előadásaink között, vagy nagy történelmi tablókból, ugye Benyovszkiról, Dózsáról, Drakuláról csináltam műsorokat az együttesem repertoárjában, a kiegyezésről, az első világháborúról, 1956-ról, az aranyballadákról, tehát mind-mind, és nagyon komoly mesedarabink vannak, most készült el a Mátyás évben a Mátyás darabunk, tehát akár mesedarabot is szívesen hozunk, amikor hívnak, amikor megszervezek, én bármikor jövök, mert nagyon fontos számomra és az együttesem számára, hogy ne csak esetleg, ne csak Felvidékre, ne csak Erdélyben, ne csak Vajdaságba, hanem ide a Kárpátalja, és jöjjön a Magyar Nemzeti Tánc Együttes.